én egy hülyéskedő zenész voltam. A többiek zenészkedő hülyék. Aha, ja, A nehézfiú nehéz fiú, az ország kemény gyereke. Egy időben a lányos anyák rémálmaként élt a köztudatban, a hazai rap műfaj emblematikus alakja. Zenész, rapper, előadó, botrányhős. Egy tíz éves kislány büszke édesapja. A mai arcképben Zana Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, gangsta döglét Zoli. Zoli, azon gondolkodtam, hogy van olyan ember, akivel te Nincs, még, még a öreg kell sem. Minek kéne történni, hogy valaki te lemagáz? Hát nagyon csúnya dolgot kéne csinálni ahhoz. Nem, nem tudom, nem áll a számra, nem is, nem is esik jól. Tehát bárki, bármilyen helyre, akármilyen hivatalos helyre megyünk, és hivatalos ügyet intézünk, ott azért az nem szokás. Bíró vagyok. Tegeződhetnénk, mert zavar. És van olyan, aki visszautasítja, és azt mondja, nem végül. volt, hál' Öltönyöd van? Én gondolkodtam, azt hogy hogy fasz kiölt. Van. Hogy ne lenne, ne viccelt. Néha kell megjelenni. Sőt, ez, ez, a, ez a pont a jó dolog, ez az olyan nagyon béna, hogy, hogy nincs zsöldtönyben, még egy óriás csecsemő. Persze, hogy van. Nyilván nem abba járok éjjel-nappal, de de hogyha olyan szituáció van, hogy úgy kell megjelenni, akkor meg tudok. Mire kell történnie? Mi az a szituáció? Szóval szóval vagy valami diátadó ünnepség, vagy pedig egy olyan dolog, ahol, ahol tényleg reprezentálni kell, mint hogy filmbe lesz rá a lehetőségem megint. Valami Amerikába játszol, a hármasban. Akkor oda öltönybe mész. Hát majd a bemutatóra, igen. A, a szerep nem olyan. Megint nem buddhista vagyok, ezt elmondhatom. Az <laughs> nem, nem. nem szabad. De ilyenkor nagyon meg kell erőszakolni magad? Nem, egyáltalán nem. Én jól érzem maga a öltönyben is. Tehát én az öltönt is úgy viselem, mint nem, nem ahogy mások. Tehát ö, valami furcsaságot azért mindig fön, hagyok magamnak. Vagy folytaszok egy fejkendőt, De hogy miért kell? Miért látom? kell nem erre tudom. Lenni? Nem tudom, hogy mindig te szembe kell menni a tömeggel. Valahogy nekem gyerekkorom van egy ilyen fejlővésem. Hogyha, hogyha mindenki erre halad, egyik van egy ilyen Uzipov szám, nagyon kedves zenekar nekem, az Uzipov, nagyon szeretem őket, őnekik van, egy a, a, a sok ember néz bután, menetel a fény után, és én másmerre haladok. Tehát én is ilyen vagyok. Sose akartál belesimulni akár csak percekre is egy közösségbe? Isten őriz. Hát attól függ, hogy milyen közösség. Legyen az egy zenekar, vagy egy huligánbanda, abban nagyon szívesen. De egy ilyen tisztességes, tehát az emberek nagy része által elfogadott normáljuk közösségbe, azt nem szívesen tenném. De jó vagy könnyebb az öntörvényűek élete? Hát ha nem is könnyebb, de sokkal izgalmasabb. Mitől? Hát mitől? Ez komolyan kérdezed? Hát hogy a, aki... Tör, vegyünk egy törvénytisztelő polgárt, aki a, a normális emberek életét éli, hazamegy, dolgozik, ettől eddig, hazamegy, feleség, gyerek, népsportot elolvassuk, meg, vagy nemzeti sportnak hívják már, bocs és utána megnézzük a este a meccset, ha van, ha nem, akkor meg a vacsorát, amit csinált az asszony, egy év héten egyszer emeljünk étterembe, vagy inkább egy hónapba, és, ez, ez, ez a, és hétvégén meg megiszunk négy sört. Hát Így nem, annyi nem annyira izgalmas szerintem. Ezzel szemben a tiért, Ezzel szemben az enyémnek, tehát, hogy mondjam, nincs benne olyan rendszer, mint az emberek többségének az életében. Én nem is szeretem nagyon a rendszer, nem tudok hozzá igazodni. Tehát én azt szeretem, hogyha például a pénzkereset is úgy, úgy jó, hogy hogy van, aki azt szereti, hogy számít egy fix dologra, ami nagyon hosszú ideig megvan neki, és ebből ő tud kalkulálni. Tehát szeret előre gondolkodni, és úgy számolni, hogy ez, ez biztos megvan ennyi, ennél tovább nem nyújtózkodhatok. Viszont én meg úgy szeretek élni, hogy lehet, hogy lesz ennyi, és akkor oda nyújtózkodunk, ahol akarunk, lehet, hogy nem lesz semmi, akkor viszont meg vagyunk csinálva. Érted? Er és, és ez szerintem is sokkal izgalmasabb. Így legalább, hogy mondjam, ösztönözve vagyok arra, hogy legyen olyan sok, hogy tudjunk nyújtózkodni. De sok olyan helyzet van, vagy volt, amikor nem volt sem? <hül> Ez nagyon sokszor volt olyan. Azt is kezelni kell tudni. Tehát azt akkor a zsebre dugott kézzel, halkan fütyörészve tudomásul venni, hogy most nem nagyon van mit csinálni de olyankor az ember mibe tud kapaszkodni? Nyilván egy, egy, sikeres ember, hogy előbb-utóbb kell, hogy jöjjön pénz, de tudomások szerint volt hiteled, nem tudom, van -e, cikkeszek erről a hogy azért... Ha, de megoldunk. Tehát én az a fajta ember vagyok szerintem azért, aki megold mindent. Tehát, ö hogy mondom, nincs olyan gondom, tehát lehet siránkozni meg, hogy jaj, nem, nem volt pénz, most nem kerestünk annyit, nincs, nem volt koncert, ez most hál' Istennek nem mondhatjuk el, mert most megy a zenekar, nincs koncert, nincs meló, jaj, nincs pénz, jaj, 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 csomó ember van, aki siránkozik, és szereti ezt így, hogy akkor őt sajnálják. De ez egy hülyeség, meg kell oldani. Hát azért, azért vagyunk, a problémák azért vannak, hogy megoldják őket. Aki meg ügyes, az meg is oldja. De amikor neked van pénzed, akkor locsolod? Tehát szivarozik a kutya Hát is? sajnos, sajnos. <laughs> Jó, kipróbáljuk majd, de nem, 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 nem Leonkának nem szabad. Szajnos szóval Sars Doncika elment, nem régen. Úgyhogy nem, valóban olyan típus ember vagyok, aki szórja, mint bolond a lisztet, hogyha van. És utána meg, hát a tücsök. Tehát a hangja a tücsök lefont meséből én nyilván a tücsök <laughs> És, és hol akartál tücsök, lenni, Hogy csak hetekre is? Hát apa vagy, van egy lányod. Megalázó. Megalázó? A hangyaság, nem a lányom, az a csoda. Nem az, az, a tudom, az életem a persze, a hangyára gondolom. A kislányom az csoda. Tehát az, az tényleg olyan fényt hozott az életbe, hogy az csodálatos és van, 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 némi értelme az életnek így, addig nem sok volt, tehát, de, de, valóban nem szeretek hangja lenni. Tücsökként is, de mi a tücsöknek nincs kis tücske? Hát, és az semmi. De az is, persze, az is valami. De azt mondod, hogy addig nem volt értelme igazán az életnek. Hát nem úgy nem volt értelme, hogy, 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 hogy mi a cél, mi, hogy miért is csináljuk ezt az egészet. Annyit tudtam elmondani, hogy hát azért jól érezzük munkat. És itt a vége. Most már az Üzedet. origó. Ő. Most már azért azért, hogy jól érezzük magunkat, és a lányomnak legyen majd mit tovább uh, továbbvinni. De lesz mit, ha szétlocsolod? Le lesz, nem locsolom úgy szét, tehát ez azért el, van, el van kicsit túlozva, tehát ez így jó pofán hangzik. De azért nyilván most szét van locsolva, de, de, mindig mondom, hogy jönnek utánpótlások, és de próbálok már úgy gondolkodni, hogy azért neki, neki legyen. Nem akarok a zsebedbe kotorászni, de most már hány éve vagy a magyar showbiznisz lába? Hát a zenekarozást csinálom most már több mint hát 25 éve van a sexsection tehát a sexsection től számítjuk Számít azt, amikor már, szerintem. mert hogy, hogy mint profi zenészség, Igen. mással nem foglalkoztam. Előtte próbálkoztam ilyen normális, úgymond polgári munkákkal. Hát mondhatom, hogy katasztrofális kudarca zárult a Mert rendszerbe kellett. rendszerbe kellett volna illeszkedni, és ez abszolút fatal error írti az agyam rögtön. Szóval 25 év alatt, nem kell felsorolnod a javaid, de mit tudsz felmutatni? Hát egy középső újat maximum. <laughs> tényleg. Tehát én nem, nem voltam, hogy félretevős, egészen az utóbbi időkig sem vagyok most sem, de most már arra kell lenni. Picit tényleg ezen gondolkozom, hogy valamit, vagy valami tartalékokat föl kéne halmozni, mert ez így nem jó. Tehát így eh, nagyon kényelmes, meg jó pofa élni, meg nagyon jól néz ki kívülről, hogy bújj de vagány, hogy elszorom. de belülről néha az van, hogy fú, és akkor nem maradt megint semmi. Az nem az igazi. Tehát eh, felmutatni, mit tudok, azért ott van, van, vannak ingatlanok, van, van azért egy, egy, egy életút, egy, 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 egy zenei karrier, azért az nem elhanyagolható, aranylemezek, gyémánt, gyém, az nincs, platina lemez, vannak mindenféle zenei díjak, azért szerintem ez nem áll rossz. Ilyenre te, tehát a zenei karriered, vagy életművedre tudsz te úgy visszatekinteni, hogy úgy időnként azt mondod, hogy Zoli basszus, az ezeket oda raktam, ez jó? Igen, erre abszolút büszke vagyok, és lehetek is szerintem. Tehát ez nem cikk, ez nem nagy képviség hogy azt mondom, hogy, hogy azért mi, vagy én, hogy nevezzük, hogy akarjuk, letettünk, letettem valamit az asztalra. Ami, ami azért egy olyan dolog, hogyha belegondolsz, hogy a, a Kártel zenekar például 20 éve, sőt, hát most a 22 éve működik, és, és úgy megyünk fesztiválokra, meg úgy játszunk koncerteken, hogy mi nem a saját magunk retrozenekara vagyunk, meg, meg vagyunk a saját magunkból, hanem, hanem egy, 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 napra kész, aktuális csapat vagyunk, 22 évesen is, vagy 25 évesen is, és olyan zenekarokkal játszunk egy színpadon, mint a Punani Massif, a, a Halott akik most divatos kis csávók, és most menő zenekarok, és minket nem oda tesznek, hogy és ma pedig retro színpad, és jönnek a hip hop boys, fölsántikál a színpadra, érted, egyen, a háromból, a, másikból már négyen meghaltak, pedig csak ketten voltak, érted? Szóval, az egy másik kategória, és, retro, és mi meg, meg megyünk az aktuális zenekarokkal együtt arra a színpadra, ahova jönnek a kis csávók, és nagy örjöngés van. És ez, ez, nagyon nagy dolog, 22 év után. És úgy, hogy nem popzenekar vagyunk, hanem, hanem egy réteg műfaj. Tehát mi abszolút rádióba felejtsd el, keresed se hallod a zenéinket. De azt szokták hogy egy kicsi zenekarnak az ismérve, hogy fiatalok vannak az elsősorban. Ez látok jelen van? Hát abszolút. Abszolút. Hát az, 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 az a korunkbeliek már hátrálnak, mert nem mindenki hegylakó, mindig nem tudnak ugrálni már, tudod. Te egyébként érzed a korod? 50 Egyáltalán vagy nem. Egyáltalán? Egyáltalán. Hát de nézd meg egy koncertet, én az vég, végugrálom most is. De a te fülednek sok az 51? A fülemnek igen, de a, a testemnek nem. belülte belül te ugyanaz a Zolika ja, vagy belül a, belül, és... belül, meg aztán szerintem a, 4 négyet se értem el. Négyet se? Na, hát, de a lányom az már simán mondja, hogy atya, apa fárasztó vagy, ez ciki. Ezt mondja a tíz éves gyerek. Egy, egy, egy poén túlerőltetek már 20-szor, és akkor mondja, úr is hagyd hagytok. Nem, nem, nem. is, vagy? Persze. Ez nem jó mindig, sőt, egy csomó, dolog, csomó dologban ez inkább hátrány, mint előny. De hát én nekem Bunyós Pityú megmondta a nagy boxmátcs előtt, hogy Zoli az a fajta boxoló, aki az előnyből is hátrányt tud kovácsolni. Máj. De szerinted föl fogsz valamikor nőni? Most már minek? Ez van egy jó éve, meg két rossz. Ne hülyeskedj. Nem, nem még 50 van legalább. 50? Simán fogod bírni ezt a tempót? Hát nem egyszer, hogy 99-es koromban megcsináljuk a kártel, mint tudom, 140, nem tudom mennyit. Van egyébként arra nézés benned valami fajta szabály, vagy nem is tudom micsoda, Igen. hogy meddig lehet ezt úgy csinálni, hogy az MNL legyen cikki? Tehát meddig lehet Nézzek a, töké? Én most megnéztem őket, mókás, hogy kinéz a két Charles, de, de mégsem cikki. Vagy a motorhedet az egész az utolsó pillanatig néztük, a Lemi az 70 volt, mikor elment tavaly, és uh, én még voltam utolsó pillanatban, is voltunk ott koncerten, és nem azt mondtad, amikor följöttek, uh, nem, mert nem föltotyogtak, nem azt mondtad, hogy följöttek, hogy szánalmas hát, öreg emberek, hanem azt mondtad, hogy följött, és hogy ilyen motor egy rock and roll, és... az anyá, tehát a nagyapa még mindig oda rakja. Szerintem ezt így is lehet csinálni. De Meg úgy is, hogy a David Hasselhoff, hogy följön, szexi boy, szexi, vagy akar, hogy De ez, De ez mi múlik? Mi múlik? Hogy az egyiknek jól áll 80 évesen és a színpad, más pedig szállalmas. Ez nem tudom, ez szerintem vér. Ez vérbe van. Meg, meg, a műfajon is sok minden múlik. Tehát a, a szexi télen nem lehet csinálni 60 évesen, a fakira kendrolt simán. De te teszel azért, hogy fit legyél és... Hát én azért heti ötször lejárok edzeni. Heti ötször? Aha. Vagy bunyozni, vagy gyurmázni. Tehát azért ez kell. különben, dag, ha a dagin kopaszon őszhajjal föltotyogok a színpadra, mint Ozzy Osborne, pedig ő még így menő. Ő, ő, kevesen van. Tehát, hogyha ezt csinálnám, akkor valószínűleg az nem egy szállam, most, mély mi hülye, mit akar itt reppelni. De az, hogy fölmegyek, és többet tudnak a közösségben, látom az elsősorban, a kis csávok már elfáradnak a szám közben, Ugrálok, hogy a füzsi így állnak, én meg végigpattogom az egészet, akkor azt, hogy azt lehet mondani, hogy szerintem megéri, és, és abszolút nem hiteltelen a produkció. De hogy fér ez össze a tivornyázással? Hát, hát <coughs> étközben föl kell építeni, azt hétvégén lerombolni a francba. Az egész. Lerombolod? Ha persze. Még mindig. a Nana. Hát anélkül nincs koncert. én nem tudom úgy elképzelni a koncertet, hogy elmegyünk, lenyomjuk a bulit, mint egy munkát, mint a gyárba bemennék blokkolni. Ezért föl színpadra, blokki, haza. Uzsistáska. Azt így nem lehet csinálni, ez nem gyár. Ez, aki így csinálja, hogy melónak fogja fel, szerintem az azonnal tegye le a hangszert vagy a mikrofont, és nem szabad tovább csinálni. Ez csak gyak... úgy lehet, hogy ki, közönség, gyere, jó volt, így, pas, gyere, egy sört. Én csak így érzem. Tehát én, nekem ez, minden egyes koncert, egy szórakozás is. Akkor volt baj, amikor úgy mondta, hogy már már napközben kezdődött a szórakozás része, és a koncert csak este volt, és akkor már nem volt. Tehát tényleg annyit iszol, mint amit mondasz? Nem, nem, nem. Hát valahol azt olvastam, hogy egy hétvég alatt megiszol 50-60 sört. Ja, az előfordult sokszor. Hát én se vagyok te, Ivo. De az 50-60 sör egy hétvég alatt... Simán elfogy. Simán hát elfogy, és azt le kell, le kell ugrálni. Hát embertelen. De hát a sör az, az olyan, mint a víz, nem? Hát 60-nál már nem biztos. az, biztos. Az Ozi azt mondta, 60-nál, én hol még 60 tól kicsit öregít ezt. Nem úgy, 60 sör? Ja, 60-nál? Hát akkor ilyen erős víz, és nagy vastartalmú víz. És még akkor is csak spicces vagy. Hát persze, akkor még csak akkor három bukfenc, csak kettő csinálok. Viszont azt mondtad, 30 Egyéves éves koromban 31 évesen voltam alkoholista, 47 évesen, 47 évesen vagyok alkoholista. 51 évesen is azt mondod, hogy te ilyen értelemben alkoholfüggő vagy? Én ilyet mondtam valaha. Igen, mondod. Biztos be voltam rúgva. Indexnek, ha jól emlékszem, az indexnek. Hát biztos hazudtam, hazudozok össze visszállatban. Ez meg a másik rossz tulajdonságom. Tehát most arra készülünk, hogy nem mondasz igazat. Ne, nem, nem, hiszem, ne. Figyelj, nem vagyok alkoholista, az alkoholista nem így néz ki. Tehát én hogy mondjam, én szeretem jól érezni magam most ehhez, hogy mi kell, nekem az az én dolgom szerintem. És amíg én nem, hogy mondjam, nem vagyok úgy, hogy nem tudom ellátni a miatt a munkámat, egy csomószor zavar engem a hétköznapi életbe, a gyerekemet nem tudom normális keretek között nevelni, vagy nem tudok normális emberi kapcsolatokat fenntartani azért, mert engem elvisz az alkohol, vagy a drog, vagy beszéljünk akármiről, akkor az, 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 az betegség. Akkor azt, azt úgy nevezem, hogy alkoholizmus, vagy függőség, vagy bárminek nevezzük. De amíg én nem éreztetem az emberekben ezt, hogy, hogy én velem bármilyen baj lenne, és én amikor szórakozok azt sem, amit akarok, akkor szerintem az a saját dolgom, és semmilyen betegségről nem kell beszélnünk. Biztos vagyok benne, hogy így van, de volt-e olyan veszély, vagy esély a te életedben, amikor úgy érezted, hogy bedarálhat a rakendról? Tehát, hogy eltűnhetsz, ja, Ezzel a műfajjal ez állandóan fennáll, szerintem. Tehát, ez, ez nyilván, az első pillanattól kezdve az utolsóig ez, ez a veszély fönnáll. Én S azt gondolom. Te saját magadnak, hogy hát azt mondtad, csak, Zoli, most nem? Csak, csak az lehet. illetve, hogyha van az ember mellett valaki olyan, vagy valaki olyanok, ez lehet barát, feleség, barátnő, gyerek, bármi, ami ad egy gátat. Tehát szab egy határt, hogy te vigyázz meg, hogyha most ez még így, még így, még holnap is, holnap után is, meg már reggel is így, akkor nem fogod tudni ellátni azt az embert, azt az embert, és nem fogod ellátni a feladataidat. Volt, hogy tudtad, Húzamosabb ideig? nyilván volt olyan, és akkor én éreztem, hogy hő, 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 kicsit húzzuk meg, mert baj lesz. Hogy kell azt elképzelni, azt mondod, hogy azért a mai napig bulizgatsz, de a lányodra természetesen figyelsz, és tudni való, hogy felelősségteljesen jársz el, hogy haza ténferex mondjuk fél hatkor egy buliból, és mondjuk Zozikának iskolába kell menni. Akkor mi van? Ö, volt már ilyen, nagyon ritkán fordul elő, mert azért ezt nem, nem szeretem így, mert akkor nincs biztonságban a kislány, de, de akkor is odaért fél nyolc az iskolába, tehát erre az, az nagyon, hogyha ha, ilyenkor szólítanak, akkor ugrani el a halottnak is, ha a gyerek szól. Tehát, az, hogy, hogy is mondjam neked, tehát ő neki vannak kötelezettségei, iskola, külön órák, edzés, párbaj törőzik. Ezekre a dolgokra, neki, te, ezek ahhoz tartoznak hozzá, amit az előbb mondtam, hogy bizonyos dolgokat bármilyen körülmények között meg kell csinálni. És a gyereknek a dolgai, az, azok ilyenek. Neked nagyon sokat kellett e tanulni, nem? Abszolút. Abszorút nekem azt mondják, hogy úgy, de megváltozott az életed, mióta van a gyerek, ugye? Na nem, az életem nem változott meg, hanem a gondolkodásom. Már nem ugyanaz a kettő. Tehát lehet máshogy gondolkodni, ugyanúgy élek, lehet, egy kicsit fárasztóbb, de viszont nem úgy gondolkodom, hogy utána másnap lehet ez estig hemperegni, hanem ezt a feladatot és ezt a feladatot, ezt el kell végezni. Ha valaki ezt mondja neked 15 évvel ezelőtt, hogy ilyen lesz? Szájorúgom. -e nem hiszed el, mi? <sítható> Egyéb vonatkozásban, tehát a személyes rész vonatkozásában mit változtatott rajtad az apaság? Érzelmesebb lettél? Türelmesebb? Nyugodtabb? Hát a türelem az egy olyan dolog, hogy azt, azt még mindig tanulnom kell. De az nem az erősségem. És nem is volt soha. Arra még tanítanak az égiek, de remélem, hogy sikerülni fog érzelmes, én mindig érzelmes voltam. Tehát az, van egy ilyen, ilyen, külső máz azért ott, hogy a verekedés, és piállás, csajozás. És... Ez a nyilvánosságnak de, szól? Nem, ezt én is szeretem, ezt az arcomat. Jó, hogy vagánkodni. Igen, de, de nem mindig ez van. Tehát csomószor van az, hogy, hogy a szív szaval dönt. És akkor, akkor abszolút... Én tudok teljesen más ember lenni. Nyilván ezt nem szeretem mindenkinek megmutatni, mert semmi közük hozzá. De minek kell történnie, hogy te mondjuk meghatodj? Minek kell történnie? Akár egy, egy, filmen megtok. Tehát, Mi, Forrest Gumpon sírsz? Forrest Gampon nem sírtam, de például tudod, melyiket sírtam, és ezt elmondom neked őszintén. A Zuhanás című filmet nem tudom ismered. Nem el, láttam. El. Nem, hát Ez egy amerikai román, talán egy ilyen koprodukció, és egy nagyon-nagyon érdekes, az HBO ment egy csomó ideig. <coughs> Ott láttam először, és utána megszereztem DVD-n is, mert annyira tetszik, és hát az, az egy olyan, hát a címében bennem az Jó Vidám, tehát tengerparti film valószínűleg. Nem mondom el a sztorit, aki akarja, menjen, menjen, után és nézze meg, a, vége, az utolsó fél órát, azt, azt, nem, ott szem nem maradt szárazon szerintem. Szégyeled egyébként, ha meghatódsz? Nem, egyáltalán nem? Nem. nem. kell szégyelni. Bárki nem, az is ember, képes a, az persze. Figyelj, mindenkinek vannak emberi dolgai. Mindannyian emberek vagyunk, még pára jól titkolják, de azok is azok. És mindenkinek lehetnek rossz napjai, jó napjai, és ha ezt kimutatja, ez szerintem nem olyan nagyon nagy baj. Menjünk vissza egy kicsit az időbe. Te azért két elég, hogy mondjam, karakteres szülőgyermeke vagy. Igen. Ja. Édesanyád Kassa Ilona Kossuthi a színésznő, édesapád Zana József, a Vidám színpadról ismerik talán a legtöbben, komikus. Ők azért két eltérő karakter. Hát a hát, kisé. Kisé. <gül> <gül> Ugye esetleg, ha valaki nem ismeri őket, egy bohém, bohókás úr az édesapád. Mondod, hogy ezt nem anyukámra mondott. <laughs> Anyukát pedig egy nagyon visszafogott, állítólag soha nem káromkodó, számomra egy ilyen polgári asszonynak tűnik. Na, ő is egy, egy pofan néni tud lenni, aki megismert. ő tényleg csupaszív, tehát ő próbál. és néha az az érdekes, hogy aki nem ismeri, az csak azt látja benne, hogy ilyen nagyon engedékeny, simulékony, csupaszív, barátságos, tehát egy csaka, és viszont van benne, aki megismeri, azt tudja, van benne egy ilyen olyan fokú erőszakosság, amikor ő valamit el akar érni, akkor ilyen kis kedves erőszakosan éri el, ami olyan idegesítő tud lenni. De el is éri nálad? hát nálam már nem tudja, kiskoromban el tudta, de most már nem, most már csak azt tudja, hogy fölbosszant vele, és akkor mondja, anyuka, azzal hagyd ezt abban, komolyan mondom, hogy még egy szót szó dologról, odavágok valamit. <laughs> Úgyhogy van, van neki is azért ilyen, tehát senkinek nincsen csak jó vagy csak rossz tulajdonsága. Ezt ugye, hogy tudjuk, hogy nincs olyan, hogy csak fekete valami, vagy csak fehér árnyalatok vannak. Te kihez álltál közelebb? ugye, viszonylag Gyerekkorom, Gyerekkoromban nagyon sokáig apukámhoz, mindig fattem. Lehet, hogy azért, mert őt ritkában láttam. Tehát ő olyan volt, mint én, nagyon menő színész volt akkoriban, és állandóan fellépni járt, ide járt, oda járt, óriás csajozó volt, ezt is örököltem tőle, állandóan csajok körül lebzseget. És engem nagyon szeretett, de nyilván nem volt annyi ideje rám ezek miatt a dolgok miatt, mint amilyen más apukáknak. És amikor ő megjelent és jött haza, és Ánda ajándék nyílt, hoztam ezt, hoztam azt én akkor nagyon örültem neki, és nagyon szerettem, én nagyon hosszú ideig apás voltam inkább. És aztán így, amikor már egy felnőtt koromban, úgy anyukám állt inkább mellettem, tehát ilyen, hogy 20 éves, akkor már Fater eltávolodott, el is költözött, ő akkor már máshol lakott. Nyilván tartottam el a kapcsolatot, mindig is, megmentem hozzá sokszor, de akkor már anyukámmal voltam inkább közelebbi kapcsolatban. Tehát ez így változott az idők folyamán. De mit jelentett az a mondatot, hogy azért lettem ilyen hülye, mert az apám összezavart? Hát nem tudom, mikor mondok ilyen baromságokat, hogy hát, komolyan mondok, tiszta idióta vagyok. Nem, nem zavart ő össze engem. Hogy mondjam, hát ő se teljesen, hogyha ha, a, a, normákra gondolunk, amiket az emberek így beállítanak maguknak, akkor apuka nem normális, nyilván én sem. De hát apuka nyilván nem. És nem tudom, hogy mit lehetett várni egy ilyen apuka után. Ebben van valami a mondatban, hogy, hogy milyen leszek én hát nyilván nem leszek teljesen normális, és a polgári értékeknek megfelelő személy. Ez teljesen nyilvánvaló, főleg két színész gyerekeként. Hát színházakban töltöttem el a gyerekkorom nagy részét, hogy jártam anyámhoz. Az nem és... lenni soha? Nem, az nem. Nekem mindig a zene vonzott. Tehát először egy ideig nem vonzott engem a szereplés egyáltalán. Tehát iskolába kellett szerepelni, szavolni kellett egy verset, hogy szénnéktem, elsüllyedtem a padló alá. És, és akkor egy idő után meg elkezdett megfogni, az is nyilván, az meg már a fater elleni lázadásként, hogy elkezdte ezt a hosszú hely, az, izé, nem vagy te kislány, tudod, ilyen, ezek, ilyen, a maradi baromságok, és akkor így, fodrász borbélyt, tudod, áh, borzasztó, és akkor mindig levágta, és akkor elkezdtem elleni lázadni. Hát én az életem argentin szurkoló, könyörgöm az lettem, mert a fater elleni lázadás volt az egésznek az alapja. Hát, hogy a magyar-argentin meccs volt ugye 78-ban, ahol az embereknek, a Magyarországon az emberek 80 a utálta meg az argentinokat. Én akkor szerettem meg, nyilván ez megint a szembevenés mindenkivel. Hogy szembe akartál menni apukáddal? Apukával lázadás, mert kijöttek az argentinok, úgy nézett ki, mint egy csapat haramia. Itt eddig érő hajak, szakál, bajusz, én megnéztem, fúj, de jól néznek ki a kékférek, én inkább nekik drukkolok. Magyar válogatott ellen, nem érted? És apám barátaim mondja, hogy gyereked egy hülye hazáruló, mi van ezzel a gyerekkel? És én csak azért, hogy a fatera ellenkezzek, de hajrá argentinok, jobban hajuk. <laughs> és akkor képzeld, hogy így lettem én. És aztán így bele is ergeltem magam nyilván. Meg megismerkedtem az országgal, meg nagyon tetszik a kultúrájuk, tehát utána majd mélyebben most, én, most, most milyen lázadt most Mi mindig van lázad. valami ellen Igen? Persze, mindig van valami ellen lázadni. Tehát a, a sorba sosem szabad beállni, legyél akárhány éves. Persze ez, ez megint csak az én véleményem. ez hülyén mondtam, hogy sosem szabad beállni. Ha te be akarsz állni a sorba, akkor be kell állni, álljál el be. Én, Engem, nem Két ilyen erős karakter. Mostanában nem tartjuk annyira nagyon a kapcsolatot, de, hogy mondjam, jóba vagyunk, sokszor ilyen Hát nagyon könnyen sértő, hogy fogalmazok szépen, könnyen sértődik, és bármin... Ő, de adsz hogy... Persze, hát én is nem keresem eleget meg nyilván, de pont azért nem, tehát most nem tudjuk mi volt az előbb, a tyúk vagy a tojásért. Azért nem keresem, mert ezen azon megsértődik, az fárasztó hallgatni. Aztán ő azért sértődik meg, mert én nem keresem. Most mi volt előbb? Nem tudjuk mindegy, de, de nem, nincsen harag köztünk, meg, meg tök jobban vagyunk, de pillanatok alatt ki tudunk Tehát, hogyha valami miatt meg is haragszik ő vagy én, pillanatok alatt kibékülünk egymással. Anyukám, meg nyilván ővel ilyen napi kapcsolatban vagyok, beszélünk telefonon sokszor. Van úgy, hogy néha ő jön fel a házba, vigyázni a kutyámat, ott van egy kutyusom, sajnos már csak egy. És sokáig vele éltél? Hány éves korodik? Hát 30 valameddig, még mielőtt 500 feleségem, feleségemmel, aki már a volt feleségem, most a kimondták a választ. Kérlek, Persze, ez egy ilyen hosszahúzódó ízé, húzavona volt, és már nem volt kényelmetlen. Nem vagyunk rosszba, hát a nem is lehetünk, nyilván, de de meg, meg abszolút ilyen baráti viszony van a kettőnk között. De azóta egyébként jobban működik a, a pár, párbeszéd, mióta nem lakunk együtt, mert nem él ott a, a, az én házamban, meg, meg el is váltunk most, ugye, most hát semmi nem köt össze, illetve mindig össze fog kötni az Ozika. Tehát ez nyilván. Ha már a nőket említed, állítólag te nagyon gyáva gyerek voltál, ha nőkről volt szó kezdetben. Igen, aztán nem nagyon megváltozott, ez, olyan, mint nem. apuka, anyuka. Be kellett hozni a lemaradást. De Van nagy volt a lemaradás? Hát a tizenéves korban igen. De bénáztál? éves korban bénáztam, még ilyen. Akkor még nem, nem, volt, nem, volt, nem, voltam kifejlett rockstar, tudod. <gül> <gül> Tulajdonképpen, ha a nőknek nem imponált volna, a rockstárság. Akkor nem is kezdte jól az zenélni? Na nem, hát egyébként tudod, mit érdekelt. Hát, az érdekelt, hogy olyan állást kéne keresni, ahol, ahol lehet csajozni, bulizni, piálni, és, és, nem kell bejárni egy munkahelyre. És az adott volt, hoté... melyik ez? Zenéles. <laughs> és az hozta meg a rutint? Meg a ivánságot hát, az 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 a csajok nagyon... hát, viszont nem, hogy behoztam utána, hanem előre teljesítettem egy 400 évet szerintem. <laughs> Nem tudom más, hogy megkérdezni, hogy megpróbálom elegánsan. Állítólag a nem hogy Révés Sándor kikéri magának, ebbe a szakmába én legalábbis így hallottam, vagy olvastam, hogy őt hívják ezredesnek. Ha érted, mire gondolok? Értem, mire gondolok. Neked milyen a rangézésed akkor ilyen értelemben? Hát akkor vezérezredes. ezredes? <t> De hogy egy tábornok. <t> Mondhatjuk, hogy tábornok vagyok. A. De dandártábornok, bocsánat. Dandártábornok. Igen. De ez, nem, ez megint nem nagy képüsködés, ez, ez, ez őszinte valóság. ez tényleg úgy kellett elképzelni, annak idején, hogy ott voltak a mindenre nyitott és kedves lányok a backstage Igen, jobb, Nagyon barátságosak. Nagyon barátságos egy, lányok, és nektek csak azt kellett mondani, hogy te szőke én volt volt, 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 hogy a, a menedzsernek szóltam, Nagy Gyuszin, mondtam neki, hogy, hogy, még sex action időszakban, Gyula, Gyula, Figyeld már, ott van az dob mögül, nehéz azért. Azért vetettem le, én le most ezt figyeld, azért vetettem le annak idején, ez is egy legenda, azért vetettem le a felső tamot, mind a kettőt a végén már, egy, az, az, az csak az egyik, azt a másikat is, már csak oldaltamon volt a pergőm, akkor ott nagy volt a hely, ki tudtam látni, láttam a csajokat. Komolyan. Tehát tamoktól mondom, tamoktól nem látom a gácsikat, vedd már le a francot. De Zoli azon kell játszani, játszol anyád, de önök, aki kettő volt, érted, vedd le. És jött a Steve, hogy mondom, hogy vedd le az izet, a tamot. Mi csináljuk, tehát a ród. Vedd már le a tamot, nem látom a gácsikat. És akkor így, és akkor mondtam a Gyulának, hogy van az a piros pólós ott elől, hátul az öt pulóveres, meg az a íze a vörös hajó ott a negyedik sorban. Azokat hoz már be nekem hátra. És bejöttek mind a hárman. Mind a hárman? Persze. Nem lehet ebbe kiégni? Ennyi idő alatt? Várjál? Nem. <laughs> Tudtam, hogy ezt fogod mondani. <laughs> de... Nem, ez egy olyan szórakozás, amit azért nehéz megunni. Igen, de annál viszont érzékenyebb vagy szerintem, hogy... <laughs> ja van... jó, hát ha, a, van olyan ö, eset, hogy ö, ennek megállt át kell parancsolni. Nyilván. És a komoly a dolog, mármint egy nővel kapcsolatban, akkor tudsz megállt parancsolni? Ö, egy nagyon hosszú ideig azt hittem, hogy nem, aztán rájöttem, hogy igen. Ha nagyon személyes a kérdés, akkor kérd magadnak, de volt olyan nő, akit te nem csattál meg? Volt. Egy. Ő ki volt? Nem mondom meg. <laughs> Tudod. Én tudom de ő azalán, csak ennyit mondjunk erről, róla, akinek kapcsán te kiírtál egy üzenetet, hogy vissza akarod igen, 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 egy hülyeség volt. Nem, már nem tudok itt mondani a dologról. Minden, minden úgy lesz, hogy lennie kell. Az idő mindent megold. Hát van egy ilyen hülye mondás, utálom, de igaz. Hányszor voltál szerelmes életedben? Hát most azt mondom, hogy egyszer. Ő az egyetlen? De sokszor csak... Hozzá képest. Csak ki, akkor, csak akkor csináljuk, csinálj, hogy, csinálj, hogy, vannak ilyen izék, ilyen hogy, az, hogy, volt egy izém, volt egy, egy, egy meccslabdám. Ja, nem volt, azt hittem az az. Érted? Tehát úgy kapsz egy igazi meccslabdát, ja ez az, akkor az nem az. Érted? Különösképpen úgy, hogy a nézők nem tudják, kiről beszélünk. Felejtsék is Mit tudott tőle, Nem tudom, mert az kéne hagyjuk a témát. Tényleg nincs mit mondanom róla. Őról ne beszéljünk. nincs mit mondanom róla. Ha, ha úgy teszem fel a kérdést, hogyha egyszer majd nagy sokára elmész a földi világból, Igen? fölkerülsz a mennyországba, és ott lesz majd egy úr, és azt fogja neked mondani, hogy... Hogy fog hívni, Péter? <laughs> és azt fogja mondani, hogy... Péter, itt, kérem. Itt monogámia van, Zoltán úr. Itt nem lehet csajozgatni. Egy nőt lehet felhozni. Akkor te gondolkodás nélkül őt Kit? Hát ezt a hölgyet, akiről beszélünk. Nem tudom, miről beszélünk. <gül> <gül> Nyilván, felejtsük el. Akkor ne beszéljünk a nőkről. Beszéljünk arról, szerintem nektek a sex idején. Igen. Volt egy nagy kihagyott szeretek. De lehet, hogy ezt csak én gondolom így. Mi is? Egy Ö... gól helyzet? Egy viccel, ha úgy tetszik. Igen. A tankcsapda játszott előttetek. Igen. A tankcsapda ma az ország szerintem három legrelevánsabb zenekara között ott van, és te váltottál. Hogy miért ment ez picit félre, azt nem tudom, de van nektek egy olyan forgatókönyv a hogy ha akkor az összeáll, akkor ti lehetnétek a tankcsapda? Nem kell ezen gondolkodni, mert nem így lett. Tehát azon, mi lett volna, ha az Atletico megveri a Real Madridot az első mérkőzésen, és nem 3-0-ra kikap. Azt, az baromi jó lett volna, de nem így történt. Kár ezen gondolkozni. Tehát csak, ö, én váltottam, de minden úgy történik, hogy történnie kell. Tehát én azt gondolom, hogy van egy ilyen ilyen sorsvonal, vagy nem tudom, nyilván vannak lehetőségek, hogy ha erre lépsz, akkor az így fog alakulni, ha arra lépsz, akkor az úgy fog alakulni, de azért nagyjából megvannak a leosztott pályák. És én azt gondolom, hogy én jól döntöttem azzal, hogy váltottam, Ott lehet, hogy, hogy egy valami dolgot elengedtem, de jött egy másik, ami viszont meg nagyon-nagyon jól működik, és nagyon jól bejött, és nagyon szeretem csinálni, és egyáltalán nem bánta meg egyik döntésemet sem. Most arról beszélsz a nézőknek, hogy tudják, hogy megalakítottad a, a Igen. Az akkor mindenki, akkor rengetegen azt mondták, hogy ja, már ezt a fekete zenét, ugye semmi, izé, semmi nincs Magyarországon, mit akarsz ezzel itt, izé, beszélsz izére, ritmusra beszélgettek, menj már, ez az időjárás jelentés. Várjál, várjál, várjál ki a véget. És akkor sokan mondták azt, hogy jó, igazad volt. Azért kezdetben ez, ez bugyutácska volt, ezt te magad is elismered. Persze, abszolút. Üh igazából az első két lemezünk az még, az még műfordítás volt tulajdonképpen. Tehát amiket hallgattunk, Ice-T, by Nature, Ice Cube, House of Pain, Cypress Hill, azokat fordítgattam rímekbe téve, és akkor nagyjából átültetve a magyar valóságban, amennyire lehetett, csak azokat adtuk elő. És a Piero viszont nagyon profi zenéket csinált mögé, azt viszont el kell isteni, hogy az, a, az első pillanattól kezdve a megszólalásunk az nekünk profi volt. Ezzel szemben a többi korai repróbálkozás az anyám és barátnői, de akárhogy is mondjuk. Tehát, Tehát az, az szint, azt mondom. Hát az igen. Egyébként azt azért én nem értem, hogy ha van egy fiú, aki nem szeret szerepelni, már persze azt mondtad, hogy korábban nem, te jelesül, előtte a dobok mögött ültél. Egyszer csak Igen. frontember lettél. Te nem csináltad össze magad? Hirtelen ennyiben rajtam múlik minden. Nekem kell énekelni. Nem, nem, mert eh, volt egy idő, amikor azt mondtam, hát előtte az első replemezt az úgy csináltuk, hogy azt azért csináltam, hogy legyen a polcon egy ez amit én csináltam, azért nézegettem. És akkor szóltak, hogy kéne fellépni. Mi csinálni? Hogy fellépni, hát hogy menni, van érdeklődés erre. Erre? Ne idegesíts, ne idegesíts már. Te fel. magad lepődtél. persze, mondom, ne ezt szórakoz. kell lépni, hogy frankok kiállni az emberek elé, hogy beszéljek. Pff. És akkor mindig volt mellettem valaki, először Lóri, aztán meg a Dopman, akik úgy ö, ezt a részét elvitték. Tehát ők dumáltak a közösségem, én, én csak reppeltem. És aztán mindenki kikapott mellőlem, és ott voltam egyszer csak, hogy most aztán már tényleg minden rajta múlik, és nekem kell vinni a sót. És akkor ebbe is útint szereztem. Aztán lehet, hogy nekem tűnt föl rosszul, Igen? De a főnököt, tehát a nagy főnököt, az urat, ki hogy nevezi, elég gyakran emlegeted. Ja, tisztelem, és, és biztos vagyok van létezésében. Biztos vagy benne? Ezer százalék. Mondj egy példát, hogy mikor győződtél meg róla te. Hát nagyon a tenyerén hordoz engem. Tehát uh, rengeteg uh, rossz irányban tűnő döntésemnél uh, valamilyen jellel közül lépett. Nem arra kéne. Nem, nem arra, jobbra menni. Jobbra mentem, és Jól a bocsánat, az egész. Hát, hogy <laughs> ennél jobb jelzőt a <laughs> én, én, azt gondolom, hogy attól, hogy tisztelem a jó Istent, vagy nevezzük, aminek akarjuk, a felső akaratot, és uh, hiszek benne, attól nekem nem kell álszennek lenni, és nem azon múlik valakin, hogy, 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 hogy van-e hite, hogy most eljár egy a templomba, és be kell tartani a, a, a tíz parancsot, nem, nem ezeken múlik, Ezek, ez humbug ez a íze, ez a cirkuszi része, Ezt senkit nem érdekel szerintem. Oh, te, hit, itt belül mi van, meg itt belül mi van, az a lényeg. És ott mi van? Ott olyan, olyan dolgok vannak, olyan tisztaság van, hogy odatok nézettük tükörbe, és nem köpöm szemem magam. De olyan értelemben imádkozol, vagy van vele valami jelen kapcsolat? Oh, oly, oly, oly. Sok, sok, sok kérésem van hozzá. Uh -huh. Mi például, ami még ránk tartozik, csak annyit mondja? Most szerintem olyan nincs. <laughs> Igen, Különböző módozatokban próbálkozom egy témát körüljárni, de úgy látom, hogy ez nem fog sikerülni. Az csak nekem tűnt föl, hogy a te és mondjuk a jeles szaktársaiddal rövid vagy hosszabb ideig hát haragot ápolsz. Anibal Cannibals. Egymásnak ja. üzengettetek különféle dologba, egyik másik elég erős. Dopemennel nem tudom most milyen a viszonyod. Semmi különös, tehát se harag, se barátság, semmi. Tehát ő is van, meg én is vagyok és nem ugyanazon a helyen. Az fontos? a és b vagyunk. Hát nem, de szerintem kényelmes. Kényelmes? De le tudnátok ti ülni egymásra szemben? Persze, én le tudok ülni vele bármikor. De egyik se kezdeményezi? Nem. Feleslegesnek tartom, nincs értelme jelen pillanatban. Szerinted nem is lesztek közelebb? Nem gondolom, de hát mondom, semmit nem lehet kijelenteni. Nem érdemes olyat kijelenteni soha. Ez a szó nem létezik. Ha valami azt mondja, hogy soha, nehogy az legyen, hogy az még lesz mert bármikor lehet. Olyan nincs, hogy soha. Szóval ott van az Animal Cannibals, Dope man, én tudok Sámsorról és Steve-ről is, akik megsértődtek rá, amikor a kidobtuk. sose volt, az kikére magamnak, és ellenbetek. A Steve-vel, gangster pityóval sose volt rossz viszonyunk. De azért, amikor <coughs> kitetted a zenekarból, tehát a kártelből. Akkor hát akkor egy csúnyán irat... az... hogy kitettem ez a... Az erős? Hogy mondjam, közös megegyezéssel megváltunk egymástól. Ez szép, nem? Igen, ez elegánsabb. De ezt te közölted? Vagy te hoztad meg a végső döntést? Nem, de is. És amikor az embernek a barátairól van szó, akkor, és pláne egy érzékeny emberről beszélek, hát akkor azért van zsivánság, meg betyárbecsület, de azért az egy csoda dolog volt lett. Arra volt. Ennyit kell mondanom. Nagyon rossz, rossz, volt kommunikálni. Wow. Ilyenkor te például hosszan dilemmázol, és nem alszol? szó. nem. Nézem a telefont, föl kell hívni, hogy a találkozatunk. Majd a holnap. Majd a holnap. Csak eljön az idő. Már nincs holnap tologattad. Minden kellemetlen feladatot tologatok, ez nagyon rossz tulajdonságom. Megsértődtek? A Sámsó Gabi nagyon, de már vele is nagyon jó barátságot ápolunk, hál' Istennek újra. Ő is a jégletes, soknak a, a, aktív résztvevője. A Steve az egyáltalán nem. Ő egyáltalán nem sértődt meg. Na most azért azon gondolkodtam, hogy te egy nagyon jeles repzenész vagy Magyarországon, de ha tíz emberből nyolcat megkérdeznénk, akkor úgy ismert téged, mint egy ilyen médiasztár. Ez téged bánt? Nem, nem bánt ez, csak hogy mondjam, ez, ez abból fakad, hogy fölkap, fölkaptak a különböző médiumok, tévében, rádióba, mint hogy jaj, de jó pof, gyerek, milyen jó hülyeségeket beszél, lehet rajta röhögni, akkor hívjuk el ide-oda, és, és, nagyon keveset volt szó arról, hogy én zenélek közben, hogy nekem az a fő csapás van, és akkor mindenki azt hitt, hogy zenélést abba és most már elmentem udvari bolomnak. De egy Pedig picit nem. nem. az volt? Nem, nem Hát itt az nagyon sok Nem, én, én, egy hülyéskedő zenész voltam. A többiek zenészkedő hülyék. Ja, értem. De ez nem ment a zene rovására, az, hogy te sóműsorokba szerepel? Egy ideig igen, aztán utána meg megtanultuk azt, hogy hogy fordítjuk a, a javára a dolognak. Hát tudok olyan koncertetektől, hogy négy fizető vendég volt. Nem, a, a, leg, a legjobb az egy. De egy? Nem, nem, az se fizető vendég volt, a takarítónő volt. Tehát senki meg? Nem, ez, ez még a 90-es évek végén volt, Igen, egyetlen egy takarítónőnek játszottunk. Ennek az ellenpólusa pedig volt, amikor a, a zöldparadonnak a, a ilyen búcsú bulián, 70 ezer embernek. Tehát ez, ez van egy kis különbség. 70 ezer és 1. <laughs> de de Mindet, meg, mind a kettőt meg kell csinálni, ugyanolyan elánnal. Megcsináltad? Meg. Nem volt olyan, és erről te is nyilatkozgattál azért egy rövid félmondat erejéig hogy azért volt, amikor tojtatok a koncertre, kicsit elkezdhetek ja, minkeskedni. Volt, hát figyelj, az ember, amikor elkezdi ezt csinálni, és akkor jön egy hirtelen siker, valamiatt felkapják, és akkor jönnek a koncertek, jönnek a csajok, jön, jön a sok ember, jön egy kis lóvé is jön, és akkor, akkor egy picit izé leszel, nagy arcú, széles lesz a vászon, és akkor így elkezded leszarni azt, amit csinálsz, elfelejted, hogy, hogy tulajdonképpen miért is jött ez a sok jó dolog, amiatt a melló miatt, amit most pont leszarsz. És hogyha sokáig leszarod, akkor az minden fog fogyni, az a sok dolog, amit hozott jót. És akkor ezt hogy hű, és akkor vagy van, von, vagy visszaút, visszakapaszkodás, ha időbe ész, észbe kapsz, vagy nincs, és akkor leves tészta, akkor ize kuka. Mi hál' Istennek mindig időbe észbe kaptunk, de nagyon sokszor mentünk lefelé emiatt, és ez az én hibám is főleg, hogy hogy leszartuk. És csak a, a, csak a szórakozással foglalkoztunk, csak a hűüléssel, és melóta nem tettünk bele. Csak kivenni akartunk, beletenni nem és ez nem jó dolog. És hogyha mondjuk 20 évesen fölmész úgy a színpadra, hogy lotyattan, mert annyi piáltál, hogy már eltűntek az izmaid, lottyattan bepiálva, szöveget nem tudva, össze-vissza tántorogva. Tehát hogyne. És, de még akkor azt mondták a fénykorban, még egy ideig azt mondják, hogy fú, de menők, oda néz, tehát -e az egész, ennyire menő banda, célja vannak, mint az állatok akkor menő 20 évesen. Ha úgy ez se, hogy 50 évesen, fölmész lottyattan, szétkerázva, nem tudod a szöveget össze-vissza beszélni, az gáz. Akkor azt mondják, nem azt mondják, hogy demenő. akkor azt mondják, szánalmas Ilyet ma már nem engedszön magadnak. Nem, nem lehet, mert, mert az kell, hogy oda néz a nagyfater, oda vágta, mindegyikünket lefektet 5 perc alatt, és mikor utána lemegyünk, utána kerázzuk el magunkat, akkor azt mondják, hogy demenő. a nagyfater, és még szét is csinálta magát utána, ez úgy, de nagyon, nagy. Ilyen értelemben kinek akarsz meg? Csak magamnak. Csak mindig csak, csak magadnak? magadnak? Van belül egy iránytű, hogy mikor vagy jó, mi helyes, mi nem? Én érzem, hogy az most volt Zolika, -e szégyed magad vagy, az fú, de menő volt apám. Hát most nem tudom, hogy hozzám ezt szóba, de szóba hozom, aztán legfeljebb majd cáfolod. De ha a ciki helyzetet említesz, volt egy nagyon híres ember, aki az egyik sportszövetségnek volt a vezetője, és állítólag fiatal fiúként téged behívott valahova, Zemplényi Gyuri bácsi, mert nem említjük már meg a nevét. Akkor persze. meséljünk róla. Igaz az Persze. Mesélhetünk erről, hogy ez igaz-e? Hogyne. az első, az első cintányére mondta, egy, egy Cilgyán ezért nagy kísérletányát, 20-ast, azt akkor most kimondhatom? Tehát, persze, mondjuk de, ki. De fütyülünk majd legfeljebb? Majd fütyülünk. kurva pénzbe vettem tulajdonképpen. Hál' Isten nem kellett érte semmit sem csinálni, mert odáig nem jutottunk el. De miért fogadtad el a pénzt? Hát nyilván elveszem. Hát nem, hogy már nem veszed el a burnyák pénzét. Hát. Tulajdonképpen te a hallgatásért kapott pénzt? Nem hallgatásért kaptam azt a pénzt. Ő azt hitte, hogy lesz valami, csak én már tudtam, hogy nem lesz. Ha hozzám nyúlok, úgy televágom, hogy ez ő. Na várját, át... Tehát ő azért adta a pénzt, hogy legyen Mi valami? Hát átvertem, hát persze. Elfogadtam. Na nehogy elfogadtam. Hát gengszterre csivészség. És utána mondtad, hogy ez nem lesz Milyen volt a kérdésed? Mint a, a különbség a klóze és a Maradona között. A Maradona öt kézre volt egy, egy világbajnoki negyed döntőbe, és jött, mutatta végig, gyerték gyertek már ünnepelni, böcsém, már megadta, megadta, jó, mindenki tudta, hogy szabálytalan. A klóze lőtt egy ugyanilyen gólt véletlen kézzel, és szólt a bírók elnézést, nem ér, mert kézzel ütöttem be. Lúzer hülye. Hát azt ünnepelni kell, hát nyilván el kell fogadni, <laughs> persze, hogy lesz valami anyádnak. És hogy fogadta? Hát, az már engem érdekelt? De nem tudom, mert nyilván nem vagyok. Nem tudod ezt földolgozni most. <laughs> nem, nem, csak az, hogy elfogadtad, hanem <laughs> hogy azért... Tízezer forint volt. Hát, tízezer forint. 90 hányban volt? Hát az egy cílgyán cintányér volt. Pont az kellett a szethez. De ilyet egy heteroszexuális férfi nem kér ki magának? Nem háborodik fel? Dehogy nem. De hogy itt képzelsz? Vé, mennyi? Tízezer? ezer <laughs> <laughs> És ott a cintányér. Hát? <laughs> <laughs> és úgy de jó szól, öcsém. <laughs> Ugyan értelem, hogy a konfliktusokat felvállalod be. Valamit szelidültél, mert például Új Péternek a 444 főszerkesztőjéről beszélek, amikor az Indexnek volt a főszerkesztője, írt rólatok egy elég kritikus írás. Meg az első lemezről. Első lemezről, és ott verést ígértél neki. Hát szerencsé volt, hogy nem kaptam meg. Tényleg megverted volna? Ha simán. Írtunk egy UPC című számot aztán. Hát meg a... ő se tette zsebre, amit kapott. Igen. Jó, már elmúlt. Tehát ez olyan, hogy ez, én hirtelen haragú vagyok, de nagyon könnyen megbocsátok. Zoli, ha az első lemezről te magad is tudtad, hogy azért nem a magyar zenei parkjai... Cyrano történetét ismered? Igen. Magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más tegye, azt nem tűröm el. Tudod? Tényleg nem tűröd el? Tehát nem. nagyon nehezen viseled? Hm? Akár egy kommentet is? Hát azért csak egy pofolyár. <laughs> de úgy Péterrel ezt ti rendeztétek? Nem rendeztük, de elmúlt. Itt, tudod, mikor jelsi a hullámok, Megnyugodt, megnyugodott a tenger, a népek tengere. Tehát Tüské, nem marad benned. Nem, egyáltalán. De most a feleséged, a volt feleséged, Igen? ezt a könyvet. Legyünk Így van, a volt feleséged azt mondta rólad, ezt a könyvedből tudom, csak ott nincs kifejtve, hogy te, te nem egy infantilis gyerek vagy, hanem egy vályogvető cigány. Nem, nem így valóban ezt mondta, sőt, mindjárt cifrázom. Ú, így, az így történt, hogy ő mindig értem, hogy a viking, tudod, kék szem, szőkehaj és viking test. Aha, apa, tudod milyen viking vagy te? Te nem viking vagy, hanem nem északi típus, hanem te egy vályogvető, sátoros, olá, román cigány vagy. És most mielőtt, ez már húztam fel az íjat, mielőtt bármit csinálsz, gondold át, amit mondtam, gondold át a viselkedésedet, és utána reagálj. És így lenyomtam bokába, átgondoltam, és tudod, mit mondtam? Lehajtott fejet. Sajnos igazad van. De miben van igaza? Mire Fogad. gondolt? Hát ne viccelj, teljesen. Tényleg, mint egy cigány ember. De ez nem baj. Vannak szőke cigányok. De nem tudnak veled együtt élni? Vagy, vagy, hát vagy... nagyon kevesen. Az ozikám szegény vagy? még azt hiszi, hogy tud, mert ő még kicsi. De szenvedélyes vagy, megsértesz embereket? De mire gondolt? Nem sértek. Még nem. Én, én, nagyon nagy szívem van, meg csak egy kicsit, hogy mondjam, kicsit rehány az életmódom. De nem próbálok változtatni most már. Ezt gondolja, mit akarsz. Ne menjünk bele. Nem menjünk bele? Kicsit zilahi hédi vagyok, kicsit szét vagyok szórva. Ha... Tehát a biztonság mind olyan eddig hiányzott az életemben, most megpróbálom belerakni. De meg tudod ezt tanulni? 51 meg, édesen? meg kell, meg kell. Ha van olyan, a kért érdemes. Hagyjál már békén! <coughs> <el a szabot. tos> ha úgy szeretnél mindent, és most nem erre a témára akarok kiukadni, hogy úgy alakuljon, ahogy te szeretnéd. Akkor mit szeretnél mondjuk 10-20-30 évre előre? 10-20-30 évre előre? Elég messzire nézünk, nem? Hát azt mondtad, hogy 90-100 éves korodban. Az rendben van, de nézzünk már holnapig. Hát belátható területeket nézzünk meg. Holnapra mit szeretnék? Nem mondom meg. Nem mondod. Nem nyilván nem. Akkor azt kívánom, és szerintem sokat Igen? nevébe, hogy az, amiről mi így. Kicsit kódoltam, vagy legalábbis sehogy nem, se, hogy nem, se, hogy nem, se, hogy nem beszéltünk, az teljesüljön neked. Minden teljesüljön, amit szeretnék. Ezt, ezt én nagyon megköszönöm, és viszont kívánom mindenkinek a van. Örülök, hogy láttunk. Béke, Ilyen a forradalom. Nagyon köszönjük. Köszi szépen. Jó volt? Nagyon. Köszönöm. Jó. Neked is? Nagyon. Ha a műsorral kapcsolatban további érdekességekre kíváncsiak, kövessenek bennünket a Facebookon, illetve a műsor valamennyi része visszanézheti a YouTube csatornánkon. Kövessenek bennünket!